2020-ban a koronavírus miatt extrém figyelmet kapott a betegség elleni védekezés. Ez most nem egy kis megfázás, komoly beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy a családokat, a munkahelyeket megvédhessük a terjedő betegségtől. Felmerül a kérdés, hogyan tudjuk egy munkahelyen, egy irodában megelőzni a vírusok, baktériumok terjedését a napi takarításon felül. Mi a teendő, ha már valaki betegség miatt táppénzre, karanténra kényszerül? Városunkban egyedülálló módon használt technológia megoldást nyújthat a fenti problémára. Kovács István mutatja a technológiát stábunknak. A felpültő nyíláson beöntjük a szert, ami végül is egy ekkora kis tégelyben van. Ez nagyjából 80 négyzetméterre elég, elegendő. Bekapcsoljuk a gépet, igazándiból megtörténik a felmelegedés, és amikor a jelzőlámpa zöldre vált, akkor elindítjuk a fertőtlenítést egy gombnyomással, és megindul a köd. A világ első gyógynövény alapú antibakteriális és vírusellenes kezelőrendszere, amelynek használata veszélytelen. Ez egy 100%-os környezetbarát technológia, a világ egyedülálló, és kimondottan gyógynövények kivonatából áll, és semmilyen mérgező anyagot nem tartalmaz. Egy meleggőzös géppel készítjük, tehát egy nanoszemcsés technológia, kifújjuk a levegőbe, és a nanoszemcsék leszállnak, és mindenhol lerakódnak, letelepednek, és 2 hónapig megtartják a hatásukat. 5-10 percen belül elpusztítja a vírust, a baktériumokat, és ezt 2 hónapig tart, tehát a SKERMI és az SGS által bevizsgált termék. Asztal alatt, szék alatt, plafonon, falon, mindenhol, ahol a légtérben, bárhol letelepszik. A rendelőintézet fertőtlenítésére egy sajnálatos esemény miatt került sor, amiről a polgármester tájékoztatta televíziónkat. Karcagon a házi orvosi intézményben vagyunk, ahol nem csak felnőtt, hanem gyermekkörzetek is találhatóak, ugye a orvosi rendelőben. Azért volt szükség, hogy ma elvégezzük ezt az egyébként országosan egyedülálló fertőtlenítést, mert sajnálatos módon az itt dolgozók között is felütötte fejét a Covid vírus fertőzés. Többen vannak karanténban, ezért mindenképpen indokolt volt az, hogy elvégezzünk egy olyan fajta fertőtlenítést, amely több hétig, több hónapig védelmet nyújt az ide érkező betegeknek, és természetesen segíti az itt dolgozók munkáját. A város több intézményében is sor kerül a fertőtlenítésre. Ki szeretnénk használni azokat a lehetőségeket, amelyet egyrészt adományként kaptunk a cégtől, másrészt pedig azt a valóban egyedülálló módszert, amelyet több hétig, több hónapig, ahogy mondtam, tudjuk biztosítani a fertőtlenítést, hiszen ez a gőz pára, ez lerakódik a falakra, lerakódik az ott lévő bútorokra, és több hónapig ad védelmet, tehát szeretnénk kihasználni. Ezért több intézményünkben, óvodában, bölcsödében, szociális intézményekben elvégeztük ezt a fajta fertőtlenítést.